És vissza is érkeztünk egy apró, most már csak 8 perces szünet után, figyelünk. És megint egy csodás Flash Wars, illetve ugye egy RNG mérkőzés lesz, amit kommentálhatok nem mással, mint Darcinggal. Így is van. Egy nem kis összecsapás, talán a két jelenleg legjobban muzsikáló csapatot nézhetjük, ahogy összeméri tudását. Hát az RNG felívelőben van. Nagyon megosztó teljesítményük volt egyébként az otthoni régióban, az LPL-ben. Viszont itt az MSI-on úgy érzem, kicsikét jobban működnek az elképzeléseik, még akkor is, hogyha valahogy sikerült nekik megnyerni a hazai régiót. Ezt csak nem csak én hallom, ugye? Nem, ez Akkor jó. tényleg interferencia. Jó. Nem, melyik az adásban nincs benne. Intel? Ferenc? Intel Falencia? Hát jó. Még jó, hogy nem AMD Falencia. Volt egy ilyen kis mobil zajunk, de már nincs. Mint régen a... Tudom, mikor... Az a zenéje a Ne, nem, nem, 3310-nek. Nem, ilyen interferencia. Mindegy, térjünk is vissza inkább a mérkőzésre. Reméljük, hogy a Flash volt a mai második ugye mérkőzésen nem fog megint interferenciát kapni. Hiszen ugye az előző mérkőzésen a Fnatic gárdája sikeresen le tudta őket mosni, megtörve ezzel ugye a győzelmi szériájukat, ami nem szép, nem kicsi, de szerintem szép teljesítmény volt. És igen, nem akarják behagyni ezt az ajt, akit azért ma már láthattunk felbukkanni, így épp van. Annyira, mint azt az Ezreal-t. Ugye ezt nagyon-nagyon jól tudják, hogy Bettynek egy nagy kedvencem ám, főleg ilyen furfangos teleportváltásokkal, vagy választásokkal, és egy Rakan is ki lehet vágva. Mojin ellen egyébként most még hiányoznak azok a tiltások, amik a dzsungelben, hát lehet, hogy kellenének a Kha'Zix, a Graves. Talán még a Trundle-t is azért elő lehetne hozni. Nem azért, mert Mojinnak annyira kedvence, hanem azért, mert a metában annyira jó választás ez a dzsungelben. Talán még mindig. Vladimir tiltás, viszont a Flash Wars oldaláról, Zhaohu. Hát nem tudom, talán egy legendás Vladimirt is mutatott már az MSI-n egy 8-0-ásat, de lehet, hogy csak 7-0 volt a vége. Az ügynök. Ha már legendák, akkor a kellemes Yasuo az, aki ugye jelenleg nem lesz itt az idézők szurdokában. Kivágták biztosan, mert biztos alapon, hiszen egy MSI-on járunk. Nem ritka a fura tiltás, nem ritka a fura választás. Ezek után pont egy Yasuo ne férne bele. És itt szálljon a végre. A dzsungel érintetlen. Ugyanúgy, ahogy Kai'Sa is. Viszont ha Kai'Sát hozná el a Royal, akkor a Rake száját. Azt már nem biztos, hogy a Flash Forza hozna, hiszen Rakan elérhető, viszont egy Caitlyn Morganát akár elhozhatnak. Bocsánat, Morganát csak. Igen, hiszen ugye Rakan nem elérhető. Morganát jelen... mondtam. Nem, Rakan mondta. Rakan nem elérhető. Azt mondtam, mármint, hogy Caitlyn Rakan elérhető. És, na mindegy, nem elérhető, viszont Morgan ellenben elérhető. És ahogy látjuk, érkezhet hozzánk egy Kog'Maw lövész, vagy érkezhet egy kis trollkodás Trendel személyében is, talán most elhozhatnak egy lövészt, vagy az már általad emlegetett Morganát. Meglátjuk mindenképp, azért át kell gondolni, hogy ez a Kai'Sa eléggé nagy bestiává tud változni, főleg a végső képességével be tud ugrálni, elég nagy távolságokat ledolgozva le tud kergetni, be tud érkezni a hátsó sorba is akár. Bár azért át kell gondolni, hogy hova is akar ő beérkezni. Jó, hogy van pajzsa, jó, hogy lehet sebzése, de nem egy olyan könnyű falat azért mindenkit legyőzni. Morgana érintetlenül átmehet akár a Royalhoz is. Lehet, hogy Kai'Sa mellé megérősebb volna valamiféle pajzsozó gyógyító kombót elhozni. Ó, ezt már láttuk amúgy. Hogyha Trundle-t túlságosan is előtérbe helyezed, akkor előkerülnek az olyan ellenválasztások is, mint például Kindred, mint például Graves. Akik azért, ha megindulnak, akkor nagyon nehéz őket lekapcsolni. Hát igen, nem egyszer láthattunk már Graves-eket, akik oda csúsznak melléd, két lövés az arcba, és igazából majdnem halott is vagy, ha még egy kellemes vörös sújtást is még rád mértek. És Karma érkezik hozzánk. Kérdés, hogy vajon középső ösvényre, mint hogy azt nagyon-nagyon sokszor ugye, főleg Ázsiában láthattuk, hogy szeretik hozni, vagy inkább elhozzák támogatónak. Az viszont ellenben már biztosnak nevezhető, hogy ma ez a hár ugye ott lesz, így azért könnyebb átgondolni a Royal Never Give Up-nak, hogy pontosan mit is szeretne ezzel a bestia ellen hozni, akinek egyébként üdítő színfoltja jelenleg így lényegében a visszatérése ide az MSI részen, ezért viszonylag régebben láthattuk ezelőtt. Nagyon szimpatikus ez a 100% győzelmi ráta, de ne tévesszem meg senkit.
kevés elhozatal volt még egyelőre ennél a hősnél. Amúgy nekem azt tetszett, hogy Rakan ellen lehetett elhozni, az azért elég beteg volt, hogy Rakan beugrott és körülbelül azonnal halt is, mert a nyakába okáttak. Uh-huh. Gangplank felső ösvénytiltás. Hát, a tank nélküli kompozíciót próbálja valamennyire akadályozni a Flash Wolves csapata, nem véletlen Trundle-nek az erejét. Hát jó lenne kihasználni, ha már elhozták. Hát igen. És Ornra készíti le a terepet a Royale. Bár egyébként még a Flash Wolvesnak is lehetőség ezt a karaktert elhozni. Úgyhogy itt több rétű tiltásról beszéltünk, mert még a Kog'Maw védelem is. Hát egyelőre még nem nagyon létezik. Igen, és például támogatók közül, aki ma már volt például, volt tiltva, vagy hát már volt a padon, az jelenleg például lehet akár mondjuk egy Janna, ami ugye jó választás lehet abból a szempontból, hogy gyógyítása van bőven, van pajzsa. Ha esetleg beugrik, vagy becsúszik rá bárki, akkor ugye a végső képességével ki tudja ütni a Kog'Maw közvetlen közeléből. És szerintem egy megfelelő támogató is lehet akár. Ellenben ugye például Braum már nem elérhető, hogy említve lett, és nem elérhető sem Camille, sem pedig az általad már emlegetett Ornn sem jelenleg. Na de mi akkor itt a legjobb választás? Valószínűleg egy támogatót keresünk, nem egy felső ösvényest, hogy valamennyi ellenválasztási jog legyen, és itt Tahmkench lesz az, aki valamennyire tényleg védheti majd a lövészét, de ez tényleg csak olyan védelem lesz, hogy bekapja és két méterre odébb köpi ki. A Royale-nak pedig itt fel kell mindent vállalnia, az összes ösvényt, minden egyes karaktert ők most mutatnak, majd 60% győzelmi ráta, nem is rossz Tahmkenchnél amúgy, azt hittem ez sokkal gyérebb a gyengítések után. Gyatrább. Ellenben érkezik hozzánk egy kellemes csogát választás a felső ösvényre, ami mondhatjuk azt, hogy még mindig egy jó választás lehet a maga 75%-os győzelmi rátájával, viszonylag azért a tiltási rátája most már csökkent, régen nagyon-nagyon sokat tiltották, most viszont ilyen aduászként még így felfelbukkalt, és érkezett egy Thalia is, így azért elég sok varázssebzése, fizikai sebzése, és még ugye azért tankossága is lehet, vagy ha más nem is, akkor a karmából eredően nagyon sok mozgási sebességük, pajzsuk, és elég sok támogatásuk lehet. Pedig egyébként nem rossz karmának sem a középső ösvényre bemenni Malzával szemben. Itt inkább tényleg csak azért mehet az alsó ösvényre karma, mert ő azért képes lepiszkálni bárkit, még egy Kog'Maw-ra is elég jó sebzéssel bír, tehát ha az ösvénytolásról beszélünk, akkor lehet, hogy a Kaisa karma páros, a két K az alsó ösvényen. Uh-huh. Ők majd letolják az ellenfelüket. Kompozíciók szintjén egyébként nagyon picit szerintem nekem legalábbis jobban tetszik a Flash Wolves-nak az összeállítása. A Royale Never Give Up is nagyon jó, de valahogy így az összhatását így durvábbnak érzem jelenleg ugye a másik oldalon. Van ott ugye Shen, van ott Tahmkench, akik azért meg fogják tudni védeni a lövészt. Van egy Malzahárjuk, aki hát tud némítani, ha kell, akkor le is tud fogni a végső képességével, és elég sok fájdalmat fog tudni okozni. Főleg ha azt is nézzük, hogy a pajzsát össze le kell róla ütni ahhoz, hogy lehessen bármit kezdeni vele. És ott van az a Trundle, aki nagyon sok fogfájást tud okozni az ellenfélnek már a játék korai szakaszában, és onnantól kezdve, hogy megvan az ő kis oszlopa, azért Graves legyen a talpán, aki el tud csúszni mellette, vagy ki tud rá osztani elég fájdalmat. Nekem nem tetszik jobban a kompozíció, sőt, inkább azt látom, hogy a kompozíciók között az a nagy különbség, hogy míg a Royale-nak tényleg egy jó hógió kell, tényleg egy hamar befejezett mérkőzés, addig a Flash Wolves-nak a türelmi játék kedvezne. A játék végső szakaszában egy Kog'Maw elég hamar pusztít, hát egy Malzahar okádás alatt. Még akkor is, hogyha van sejemev, szerintem lehet likvidálni kb. Akárkit. Uh-huh. Meglátjuk minden esetre. Én azt mondanám ezen a ponton, hogy a Royale-nak jobb lehetőségei vannak, hogy érkezünk a meccsbe. Nagyon jó egyébként, hogy ilyen aktív szurkolók vannak egyébként az összes mérkőzés alatt. Nagyon jó hallgatni, ahogy biztatják a csapatokat. Néha egy kicsit jobban a másik irányban, néha egy kicsit kevésbé, viszont ez a sebzés már
most eléggé meg tudta lepni. Maple-t így a pajzsal is pottyan, de hát ugye még a játék nagyon-nagyon elején járunk, így még akár haza is mehet. Uh-huh. És ezért folyamatosan az RNG tagjai próbálják felfedni, hogy ki, hol, merre helyezkedik el pontosan, hol akarnak igazán kezdeményezni. Közben a játékon ugye egyére nincsen, cserébe egy picit visszhangosan halljuk talán a kommentátorokat, de senkit ne zavarja, hamarosan valószínűleg ugye jó lesz. Közben is pedig figyeltjük, hogy az őrszem lehelyezéseknek hála, ki az, aki lebukik, ki az, aki nem. Ez az őrszem egyébként nagyon jó a Flash Wars részéről, de pont nem sétáltak rá odáig az RNG tagjai, látszik az egész, viszont ők le tudtak helyezni őrszemet. Kettőt is. Tovább erősíti a hitem a Runa választása Bettinek, hogy ő bizony a játék végén akarja a meccset megnyerni, mert hogy a halálos irammal a játék végén, ha majd 5 egészes lesz a támadási sebessége, mint a régi közkedvelt Kogmónak, akkor a talpas ágya egész biztos végben, hogy nem csak csapatharcot, de meccset hozhat majd. Addig viszont, hát meglátjuk, hogy megkapja a lehetőséget, hogy összegyűjtse azt a támadási sebességet. Uh-huh. Az biztos, hogy a Dorán pajzsos kezdés nem a legjobb. Viszont kell egy kényszer választás ennyi piszkálódással szemben, mint amennyi a karmában is megvan. Igen, és közben egyébként ugye már láthatta a Flash Wars csapata, ugye, hogy mi is történt a Vörös Szederhetnek, így Mugin-nek következményeképpen ugyanúgy elmegy ellopni azt, viszont teljes oda mértékben tudja az RNG, és érkezik ugye Karsza, így már annyira nem könnyű ez a falat, úgyhogy inkább kilép biztosra, arra a suvanós útjáráknak. Valószínűleg a középső esélyen való átrohanás miatt, ugye amit mutatott Karsza, lépett vissza, inkább Mugin. És jól tette! Jobb a pressúra minden egyes ösvényen. Ha megnézzük most a felező vonalon, hát mindenhol túl van az RNG-tet. Nyilván előbb tudtak volna érkezni arra a Vörös Szederhátra, mind a középső ösvényről, mind az alsóról, de akár teleporttal is, ha olyan messzire folyult volna a dolog. Úgyhogy bölcs döntés volt Mugintól a visszalépés. Gyorsan haza is tértem úgy, ez csak egy hármas szintű kilépés volt a részéről. És ez nem a legjobb vásárlás, amit valaha láttam egy Trundle-től. Uh-huh. Konkrétan szétlopkodott dzsungel után, akarva akaratlan haza kellett neki mennie, és még csak a dzsungeles tárgyfejlesztése sem volt meg, vagy annyi pénze sem volt. Igen, mondhatjuk, hogy nem dőlt a nyakába a bank jelenleg. Lemben viszont ugye... Karsza nagyon szépen fogja tudni takarítani tovább is a saját kis dzsungelét, neki ugye nincsenek hiányosságok ezen a téren. Így számára egy kicsit ugye kedvezőbb jelenleg ez a dolog. És hogy látjuk, hogy egy teleportot el is kell használni. De ez ugye nem teljes töltésidővel rendelkezik, hála például a felnyitott varázskönyvünknek. Karsza pedig közben kilép a sutyerákra. És kíváncsi vagyok, hogy Mugin ezek után mit fog igazából úgy tenni, hogy ne kelljen kényszerpihenőt tartani, ameddig életnek a táboruk. Így is úgyis kényszerpihenőt lehet őt tartani, mert hogy Karsza már most egy szintes előnyben van. És ez, hogyha még egy táborlopással egybe köthető, akkor az két szint lesz. Uh-huh. És egy ötös szintű Grace képes leöldözni a dzsungeletből. Úgyhogy még haza se tért Karsza, megteheti azt, hogy itt maradjon. Sőt, a gyors ösvénytolás miatt, amit Tálianál kiemeltünk már a korábbi mérkőzések során, igazából még akár ez is meg lehet sújtásra, vár Karsza! Hát egyelőre még nem lesz meg, talán amikor megvan az agro részed. Mindenkinél van sújtás? Oh! Mugin! És talán ebből lesz meg az ötös szintem úgy Karszának. Így van. Voilà. Hát igen, nem lennék most egyébként Mugin helyébe, hogy így... Az utolsó utáni táboromból is kicsit kikergetnek, oké, most vannak vígasz farkasai, de hogy ezért jelentős mennyiségű hátrányban van jelenleg, mint tapasztalati pontot tekintve, mint pedig ugye aranyat is például. Így az ő rajtaütéséhez egy kicsit nehezebb is lehetnek akár. És milyen rossz lehet, hogy a Flash Wolves veri meg a Flash Wolves-t? Mármint, hogy Karsza igazából őshonos tagja a csapatnak, és most mégis... Az, aki a leginkább bünteti a volt csapatát. Mondjuk a felső ösvényen is nagy különbséget láthatunk. Csogát egyelőre leordított a sárral a gatya helyet is. Látszik egyébként, hogy a Flash Wars csapata ezért készül a
a zászlóval erősített Minionek érkezésére ide szúrdakba, úgyhogy próbálják tartogatni a dolgot, és hát igen. Mujinnak lényegében tényleg az ilyen leeső, aprót vadászó játékát láthatjuk jelenleg, hogy próbál egy kis maradékot találni lényegében Karsza után, bármennyi is csúnya ezt egyébként kimondani, de hát jelenleg sajnos így működik számára a játék. Egy dökkes hely? Hát igen. Csak a sajnos ez nem az a fajta, aminek azért még úgy van egy jó kis lehetősége, hanem itt azért elég komolyan el kell gondolni, hogy pontosan hogy szeretném megjátszani a játékát, ahhoz, hogy visszajöjjön a hátránya. Hát igen, de ezt remekül mutatja az is, hogy passzív játékkal, gyilkosság nélkül mégis van egy több mint 1000 arany különbségünk az RNG javára. Még egyszer visszatérve, azért dzsungelben és felső ösvényén keresendő a különbség. Mindenhol máshol is amúgy van egy-két hullámos előny, csak itt a leginkább szembetűnőek. Hát Mudri most kapott egy tábort. Lehet, hogy a kéktől ettől függetlenül el fog esni. Ha Karszának megvan a hatos szintén, azt mondom, mehet is érte a csatározók sújtásával. És megvan. Nem, a vörösre fog amúgy menni. Igen, ugye ott van az őrszem, miatt látja, Mujin is ott van, és hát igen, jó helyről fog érkezni. Jó kis meglepetésre, oké, hogy van rálátás jelenleg, viszont sikerült elvinni ezt a vörös szederátot. Így megint egy újabb tábort elesett el Mujin, Karsza pedig lényegben a gonosz télapó ebben a havas jellemezben. Ezt már komolyan szomorú nézni. Igen, ez nagyon elkeserítő. Mármint olyan, mint amikor van két kiskutyád, és az egyik, ami kicsit nem annyira kifejlődött, és még cuki is, cuki, mint a másik, nem kap kaját lényegében, mert nagy mindig eleszi előle. És akkor próbálod odébb teszogatni, hogy jó, akkor megvédjük a pengecsörjeidet legalább, hogy ezt ne vigyék el. Azt mondod, te most adná egy tockost Karszának? Hát én átraknám a másik kennelbe jelenleg, hogy nem, rossz Karsza. Hagyd békének kicsi Mujint. Hogy ilyen, hát körülbelül ez a helyzet amúgy tényleg a dzsungelesein között. Se. Itt van a kékre is amúgy, erről beszéltünk, de most közben zárhatják. Jól lép igen, vissza nagyon. A végső képessége ott lehet nem tartani, és a villanásokon a nyakkába lehet vágódni. Viszont a menekülése még jó, oda lehet kötni, hanem itt megvan az első gyilkosság, viszont érkezik még a segítség. Be lehet fejezni, hanem itt is vele együtt lényegében, és Svördárt is bajban van, kettős gyilkosság a lövészen, és nem fejezi be egyik csapat sem, hogy Isten igazából még betét, és szeretnék büntetni, és egészen jól sikerül. Hatalmas a sebzés, hármas gyilkosság landolja rajta jelenleg, és menekülni kell, érkezik az a képesség még. Itt lehet tartani Maple-t is, akár gyilkosságot még nem sikerül befejezni. Megvan az a negyedik gyilkosság is, és le fogja ászolni a Flash Wars csapatát az RNG a 9. perc előtt. Majdnem a 9. perces Pentának lehettünk szemtanúi, nem volt messze azért. Ha Zsáhu nem lopja be azt az egyetlen egy gyilkosságot, akkor Uzi már is egy Pentával gazdagabb. Rengeteg aranyra tett így szert a kínai csapat. Rengeteg lopáson is vagyunk túl, és megérte Karszának megint érkezni erre a kékre. Mert ugyanőt megölték, de ez egy elhibázott kezdeményezés volt. Azt kell látni, hogy a visszadobás nem visszafelé dobja Karszát. A végső képesség alatt, ami pedig Maple-től érkezett ki, hát az alatt sem tudták befejezni, Karsza mindent kinyomott, villant, és még a végső képessége is kiment, ezzel jókor a sebzést kiosztott, Hanabitát kb. Azonnal halt, Szordárt pedig nem tudta elhasználni a vastag bőrét. Ez már ember előny az RNG-nek, Mujin még csak most csatlakozik be, nagyon szépen dodge-ol Uzi végső képességével, és így Betit is be tudja fejezni, ez mondjuk egy ilyen harcban egyértelmű, hogy neki fog kedvezni, befelé villan még egy területi lassításra, úgyhogy még Maple-t is be lehetett fejezni, itt volt a hiba a berobbanó csapda, amúgy Uzinak meg lett volna a penta, de mindegy, így is végig rohanhatott a csapaton, 5-1-es csere. Nem, 2-es a végére, bocsánat, Karsza meghalt még az elején, nagyon-nagyon régen, 5-2-es csere, de hát nyilván így is megéri ez az RNG-nek. Hát igen, miközben érkezik azért egy kis csetepaté, Szördárt próbálják kapni valakit, viszont nézd meg Uzit, micsoda sebzés van, de ettől függetlenül az ő támogatója az, aki most feldobja a talpát, de attól függetlenül elég szép sebzés kapott Szördárt, akinek azért még úgy tankossága nem igazán van. És mondjuk Mujinak kellenek ezek az érkezések, mert ő van még mindig két szinten lemaradva. Szóval tényleg legalább nem annyira nagy a lemaradás, ellenben Maple-t el lehet kapni, sikerül még lassítani, neki menekülnie kell, érkezik a felmentő sereg, a végső képességet jól lehet használni, viszont a másik képesség ugyanúgy arcon vágja őt, itt még el lehet kapni egy kicsit
Zhang Wu-t. Viszont Mu Jin az, aki be lesz ismét fejezve. Kettős gyilkosság landol azon a Graveson, aki eddig is csintalan volt, és Bettynek el kell villania. Svedertnek megint menekülnie kell tovább, hiszen itt az a vadász a nyomában. Betty pedig próbál azért érkezni, ha kell. Akkor még ő is bele tudna tenni apait, anyait, de érkezik az RNG-nek a befejező csapata. Egy jó kis vacsorára Let Me megérkezett, és csak annyit tud mondani, Let Me. És? Nope. Nem. Igazából Karsza az, aki azt mondja, hogy Let Me. Mert hogy érkezett erre a gyilkosságra. Szomorú is lettem volna, ha nem Graveshez kerül ez. Úgy, hogy legalábbis ez nem jelzőt jelent Let Me-nek. Igen, teljesen jó. Picit kellett volna várni a vacsora egyébként. Egy-két-három másodperc. Ja, mert anélkül is vagy, hogy hát bekebelezéssel fogyasztanál, csak... Végül is. 8-4. 4000-es arany különbség egyelőre az RNG... Az RNG egy kicsikét furcsán érkezett a mérkőzésre, mondhatnánk úgy is, hogy a mosdószünetet megelőzik. És a visszajátszás során, hát most a Maple-féle kilépést érdemes megfigyelni. A pajzs lerobbantása nagyon korán tudott Zhang érkezni, aztán a visszadobás is gyönyörű, szép volt. Mivel nem volt már se villanás, se gyújítás Maple-nél, garantálható volt az, hogy ő itt meg fog halni. Még a kirántás is segített konkrétan Karcának. Kétszer kapott vissza életerőt Mu Jin, de így is a shotgun volt az, amit be tudta fejezni. Ez pedig már egy Zhang fércelt fal is lehet, ha Mu Jin megmutatja magát. Na merje! Hát igen, meri, és menne a vörös szeder hátjára, amit megint nem fog megkapni. Ellenben viszont legalább jól sikerült feltartani Zhao-t, hiszen megzavarták ketten is, hogy így legalább ő ne érkezhessen az arcban mondjuk egy fallal, vagy bármilyen más meglepetéssel. És meg kéne védeni ezt a tornyot, amennyire csak lehetséges, ez teljes mértékben jó a kilépés. Így nem kockáztat az RNG alsó ösvénye, inkább visszább lépnek, hiszen felső ösvény, mint a dől közben az első torony, így fixen náluk landolt, és egyébként a minionok is elég jó munkát végezhettek az alsó ösvényen. Az ilyen csendes szakasz is úgy gondolom, hogy most azért kedvezhet Sagatnak, mert ha a csapatharcban nem is biztos, hogy ő a jobb karakter, a tényleges sebzésével fordítható is a harcon, illetve a célpontokra való fordulást ezt teszi kedvezőbbé. Lehet, hogy teleport hátrány, vagy ilyen globális hátrány az van az RNG-nél, de hát a felső ösvényen is 30 van, különbségünk van, az előbb még szintelőny is volt, tehát valószínűleg a tapasztalat van, különbség az még megvan. És 14 percnél már 5500 különbségről beszélünk. Igen. A Uzi egy képessége betalál, mehet is befele. És érkezik ugye Maple, de hogy rálátáson keresztül halad át. És még az se lehet egyébként, hogy majd mondjuk a későbbiek során valaki megbújik a bokorban, hiszen arra is teljes mértékben az RNG-nek van rálátás. Hogyha esetleg mondjuk egy Mu Jin hátulról a Minion hullám irányában érkezni, az is úgy, hogy le fog bukni, úgyhogy teljes mértékben rámegy az RNG arra, hogy még egyszer ugyanaz a fagyi ne érkezhessen meg az alsó ösvényre. Mu Jin személyében, aki ugye még mindig le van maradva, és most már elég tetemes az a lemaradás. Ugye jelenleg háromszintes lemaradása van. És farm szempontjából, ha megnézzük, igazából minden egyes ösvényen tud vezetni az RNG. És három sejem is van egyébként. Nem bízzák a véletlenre. Igen, azért náluk szükségesek azok a sejemövek. Még lehet, hogy Karma is vásárol majd magának egyet. Mert ez a visszatérési lehetőség a Flash Wolves-nak. A bóklászások során elkapott egy-két emberes nyakonhányt játékosok. Miközben hegysárkányra az elsőre lép ki az RNG, valószínűleg ez meg is lesz nekik, sőt, utána még toronyra is lehet egyből menni az alsó ösvényre, hogyha úgy adódna. Vagy ezt igazából elhozhatja Uzi és még párosra. Nem kell ide már embert áldozni. Közben egyébként tárgyak szempontjából már mondhatjuk azt, hogy az RNG nagyon jól áll, míg ellenben a Flash Wolves igazából halad, csak ezért érződik mégis ez a kis lemaradás. Még az egyik oldalon már teljes mértékben kész van a tipenge, van egy fejlesztett cipő, van a már emlegetett sejmő, és még kettő darab tőr is, addig a másik oldalon most lett meg a tipenge és a fejlesztett cipő.
de hogy így mellé már sem, nem fér be még egy kis finomság lényegében. Pedig azért ezt a Kogmót is meg kell majd valahogy védeni, és önmagára is néha gondolnia kell majd egy picit. Ellenben viszont a másik oldalon ez a lövész Uzi kezében nem az a félős védjetek meg, hanem jó, akkor megvédem magamat, és megölök mindenkit a környékemen típusú, legalábbis az eddigi példáink alapján. Így van, harmadik toronyra érkezik az RNG. Az utolsó külső ösvényes, és Bettit lehetett kivágni pont. Hát igen. Még hát jó, hogy át lehet nyalni a falon. Igen, ezzel együtt viszont a torony lényegében meg... Hát lényegében megkapta a saját kis gödrét, hogy beledőlhessen. És írnak még neki tud futni majd ennek a toronynak, viszont innen a kezdve a flashhoz le tudja szedni. Az RNG nem megy bele felesleges, vagy fura végkimenetelű küzdelmekbe, hanem inkább rámegy a biztosra, ahol lehet, elhozzák a szükséges tornyokat. És igen, itt van, hogy Maple nem maradhat nagyon magára az esvén egyedül. Hiába látszik az, hogy csak egy Uzi van itt. Lehet, hogy bármikor a nyakába szakadhat mondjuk még egy Karsza, vagy akár csak Ming. De jelenleg tényleg ott jár a Flash-Old csapata, hogy át kell gondolniuk, hogy merre akarnak elindulni, mert bárhol belefuthatnak egy jó nagy adag sebzésbe. Igazából most van az a pont, amikor egy kicsikét le kell, hogy üljön a mérkőzésünk, hiszen elfogytak a célpontjaink. Hírnököt már fel is használta az RNG, nem csak hogy elhozta sárkányunk, még egy kicsikét odébb van, de még egy felhő lesz, úgyhogy ez egyértelműen pozitív. Külső tornyok pedig már nincsenek a Flash Wolves-nál. Úgyhogy most várunk a Baronna sorra, a sárkány éledésre. Esetleg az ősvényváltások közötti elkapásra, ami nem kéne, hogy megtörténjen a Flash Wolves-nál. Ami viszont mindenképp most már egy üde színfoltja lehet a Flash Wolves-nak, az tényleg az, hogy legalább ezek az őrszem kijelzések, amiket ugye most akarít le az RNG, ezek legalább jók voltak, hiszen ezzel alapján tudják követni, hogy merre mozoghat az RNG. A játék 10. perce előtt ugye nem nagyon rendelkeztek olyan hűden nagy rálátással, bárhova is néztünk a térképen, ez pedig azért most már nevezhető egy kellemesnek, és megérkezett ugye a mi kis barátunk, a vezérzászlós Minion. Akit mondjuk pont, nem tudom, egy csogátnak nem egy nagy hűde nagy probléma elpusztítani. Legalább neki nem, hogyha már dematerializáló úgy sincs a csapaton belül. De hát erősítő, vagy vezérzászló is csak egyetlen egy van erősítő. Az is kéne mondjuk. Hát, jó, a fércelt fal kizárásra lehet használni, megint Bettit kéne kinyalni onnan a falból. Uh-huh. Azért jó igazából, hiszen így Betty meg tudja tartani az idézői képességeit. Miközben a torony nem lett meg nem lett, tehát igen, viszont cserébe, ahogy hallottuk, azért mindnek bele kellett adni egy kis apait, anyait valamiben. Igen, a Flash-ról sikeresen megvédte a tornyot. Viszont Bettyre most talált a kis felderítés, és nagyon szeretne az RNG csapata, ha nem is tornyot feltétlenül, de egy kis gyilkosságot, vagy esetleg mindkettőt bezsebelni, de egyelőre jól tudja kivédekezni a Flash Wolves. Ami probléma lehet maximum az az, hogy a felső ösvényen itt van ugye lett mi, az alsó ösvényen pedig azért jött egy szép seregnyi minion, és most már ugye ott van Zsáj Hús, aki kiegészíti ezt, és próbálja tolni, amennyire csak lehetséges, Karsza meg közben folytatja a saját kis misszióját, minél többet, minél kevesebb idő alatt ellopni a Flash Wolves csapatát, ez teljes mértékben jól működik, annyira, hogy meg is tudja osztani a középső ösvényesével ezt a kék erősítést. Így legalább mondhatjuk azt, hogy nem csak magára gondol, hanem összességében az egész csapatra. Viszont félelmetesen közel jutott egy téketes torony bedöntéséhez az RNG. Uh-huh. Egy percet most úgyis szünetelniük kell, még megvan a rálátás is a sárkány környékén. Egy gyors takarítás után Karszának is haza kéne térnie, illetve lehet, hogy ez tényleg egy annyira gyors takarítás lesz, hogy a vöröset is már Uzi fogja megkapni, hiszen egy csapatharc van kialakulóban, és hogyha ott a vörös szederhátat Uzi ki tudja használni, hát az nyilván pozitív mindenkinek. Sutyi! Hát igen, ismeretlen terepen. Egy kis jó kis sutyerák szerzés, biztos, hogy biztos Karsza ne tudja megszerezni akár. Nagyon szép, hogy
folyamatosan kontroll alatt tudja tartani. Lényegében a teljes térképet karszalad azáltal, hogy fenyegetettséget jelent, mint Mujinra, mint pedig bárki másra, és közben könnyedén tud akár még mellette persze meg is takarítani, lehelyezni a sejtjeit, és igen, csak a shooterek által ott lévő kis pásztázó zóna, illetve talán még ez az egy őrszem volt az, ami hát mondjuk azt, hogy biztonságban lehetett egészen idáig körülbelül, hiszen jelenleg ugye van már hegycsárkány, van baronnasar is, mindkettő egy jó kis falat lehet, főleg, hogyha erre semmilyen más válasz nem érkezik a másik csapattól, és igen, egy dolgot láthatunk, hogy a Flash valószínűleg fogalma sincs, hogy mi történik a pályán, egészen odáig, hogy látják, hogy van egy kezdeményezés, pont arra a kettes toronyra, amit ugye már ki is emeltél, a torony ugye bedőlt, semmilyen ellenállásra nem találkozott a Flash Wars, mármint az RNG csapata, épp annyira könnyű a falat, mint mondjuk ez a sárkány lehet egy csogátnak. És eddig teljes mértékben ez a hógolyó van itt a mérkőzésen, amit említettél a legelején. Így van, még tudja magát tartani az RNG ezzel, amit az elején megkaptak, teljesen jó. Nehéz is amúgy már a visszatérés a Flash Wolvesnak, hiszen itt már gyakorlatilag 10 000-es arany különbségnél lassan. Inkább az RNG-nek kell hibázni, mint a Flash Wolvesnak jól megjátszani a lehetőségeit. És két hegysárkánnyal amúgy szerintem tök reális, hogy lassan kezdődhet a baronnasor futam. A baronnasor körüli táncolás. Szintkülönbség amúgy a dzsungelsek között a játék eleje óta megvan, még mindig 2. És még a csöget is ott van az RNG-nél. Ugyan még nincs végső képessége, de hamarosan az is elérhető lesz. Igen, az ő végső képessége, nem mondhatjuk azt, hogy a hűdenai töltési idővel rendelkezik. Ellenben tárgyak szempontjából ez az Uzi, ez most már tényleg nagyon tud pusztítani. Eddig se kellett félteni, mióta megszerezte azt a pár gyilkosságot magának, lényegben azt a 4-et plusz az 1 támogatást, a majdnem pentát. De hogy most már azért ott van nála, még egy kánykard is azóta pluszban. És a kezdeményezés jó lehet, ha nem lenne egy sejemő. És nem lenne egy ilyen kellemes csúszása. Sőt, 2, hát a végső képessége is kiment. De a villanását megtartott a karsza, úgyhogy kellően higgadt tudott maradni egy ilyen helyzetben is. De csak egy ultit áldozott ezért a Flash Wars, úgyhogy ez számukra sem akkora kiesés. Miközben az alsó ösvényén azért eszi egymást lényegben a két tankszerűségünk. Talán az egyik egy kicsit jobban lenni a másikat, főleg hiszen érkezik szemből az segítés lényegében. Megérkezik az az Uzi. De kezdve pedig egy könnyű délutáni uzsonna lett. Ez a Hanabi. Kicsit talán túlvállalta magát. Azzal, hogy torony nélkül a háta mögött föltolta teljes mértékben az ösvényt. A külső torony vonalán is túl. De van végső képessége és teleportja is, úgyhogy ebből a baronnasort még nem próbálja meg az RNG helyette. Viszont még egy téketes toronyra kilépnének. Itt is számít ez a két hely sárkány, ami megvan. Hát úgyhogy ez is meg lesz igazából. Szépíteni tud-e a Flash Wars? Az a baj, hogy még most már nem csak konkrétan Karsz, hogy ez a Mujin vonalon mozog ez a kiskutyás hasonlát, hanem most már inkább csapatszinten mozog. Hogy vannak jó megmozdulásai a Flash Warsnak, viszont az a baj, hogy ezt egy végső képesség, csúszás, semmivel meg lehet egyébként lényegében orvosolni. És ha megnézzük, akkor ugye nem nagyon van, hogy ki tudnának, hogy Isten igazán elkapni. Elkaphatnának egy maximum karmatámogatót, talán egy csogatot, ami szép és jó, de hogy ott van 3 darab sebzést osztó állat, akikkel nem nagyon tudsz mit kezdeni, hiszen meg tudják védeni magukat, meg tudják védetni magukat, és így nem nagyon tudod, hogy kit lehetne elkapni a Flash Wars részre. Tudnak valahogy rétlehozni egy olyan csapatharcot, ahol az RNG nagyon sokat hibázik, vagy legalább egy nagy hibát vét, akkor még a Flash Wars visszajött valamennyire a nyerekbe, viszont még onnantól kezdve is azért gondolniuk kell itt a dolgokra. Ez hasonló megint, mint a fenetikes mérkőzésnél, az 50-50%, hogy most vagy elhozták ott is a baronnasort, és akkor tök jó, vagy nem hozzák el, és akkor rossz, hogy itt is valami 50%-os esélyre kéne bedobniuk, csak nem feltétlenül van biztos, hogy az ő 50%-uk lenne az a győzedelmes 50%. Főleg abból kiindulva se, hogy most az RNG teljesen nyugodtan tudja megrehajtni a takarítást, hiszen a középső ösvényen azért fel lehet tartani a Flash Wars csapatát. Meg itt nehéz 50-50%-ról beszélni, amikor az RNG oldalán egy sújtás, meg egy erősebb sújtás is van. Most itt nem feltétlenül a baronnasoros 50-50, hanem így mondjuk egy csapatharc 50-50, hogy hasonló, hogy kéne egy nagyon jó baron, egy nagyon jó csapatharc, de hogy nem sok esélyük van rá egyébként.
Csak ott például a Baronna sornál volt ugyanez, hogy ha elhozzák, akkor tök jó, ha nem, nem. Itt egy csapatharc nem lesz, hogyha a Flashhoz el tud hozni egy jó csapatharcot, akkor már egy kicsit visszaülnek a nyerekbe, de jelenleg nagyon-nagyon nem érzik ezt a mérkőzést, hogy lehetne talán visszahozni, hiszen nagyon jó egyenként a hősbázisuk, de hogy így együtt a csapatban most nem tudja kifejteni kellő hatást, ellenben közben az RNG el tudja kezdeni a Baronna sort. Uh-huh. Amire érkezik a Flash Falc, és érkezik a Fércelt Falc szintúgy. A végső képességgel be lehet menni a fal mögé, így ez meg ideig véd. Viszont közben mehet nyugodtan a Jihibuhi a Baronna sorral. A kérdés, hogy mit fog tudni kezdeni a Flash Falc, hogy meg lehet zavarni, vagy rögtön kilép és megeszi őket az RNG. Hát inkább egyelőre a másik tűnik úgy, hiszen Sword Art nagyon sok sebzést kapott. Hiába vastag az a bőr, van az a sebzés, amit már azt sem tud megvédeni, és miért van a közelben. Az alsó esélyen pedig igen, nagyon-nagyon sok minion van, erősítve is van ám az egyik. A Baronna sor megvan, a Flash Walls nem tudott semmit tenni ez ellen, és az alsó esélyen is lehet, hogy meg lesz ez a torony, sőt... És nem. Rossz a fókusz, meg lesz, nem rossz. Megkapták a parancsot, jó főnök, döntjük. Szóval nem csak, hogy Baronna sortól esett el semmilyen beleszólásra a Flash Walls, hanem elbuktak egy tornyot is, hiszen nem mehetett haza senki, mert vállalni kellett, hogy talán valahol egy pici részt találunk azon a pajzson, de nem volt, és így ki tud lépni a középső ösvény tornyára az RNG. Szép és jó, hogy itt van a védeni a Flashhoz, de nem tudnak beleszólni, és le lehet kergetni, hiszen Uzi Pimasz lövész, de teljesen jogosan, és egy inhibitort, illetve egy újabb tornyot bukott a Flashhoz csapattal, ki lehet mozdulni megint az inhibitorra, és utána négyben haza tudnak menni teljesen nyugodtan az RNG tagjai, hiszen mindent beleadtak, és most minden megvan egyelőre, ami ebben a pillanatban nekik kell. Még azért ezen 3 másodperc múlva éledő pokoli sárkány egy kellemes falat, meg a kék erősítés, de a Flash Falls-nak védekeznie kell teljes mértékben a saját bázison. Ez már a kiéheztetésen is túlmegy, ez most már lassan az éhezők viadala a Flash Falls-nál, miközben az RNG csak dagad és dagad. Nem tudom, már szerintem legalább egy ilyen 10 jelzős csogátról beszélhetünk, 30 percnél ez tökéletes. És így most már hát még tankosabb lehet. Egyetlen egy igazi tank van az RNG oldalán, viszont az fölér legalább 3-mal Flash Wolves-nál. A visszatérést abban kell keresni, hogy azt az egy tankot jó időben tudja tanktalanítani Trundle. Tehát Mujinnak kell az élére pattani a dolgoknak, és valahogy sebezhetővé tenni azt a csogatot. Kérdés csak az valóban, hogy van elég sebzés már a Kog'Maw-ban, akár egy tankos, akár egy nem tankos csogáttal szembe. Mm-hmm. És az a baj, hogy tényleg a Flash Wolves-nak egy jó csapatharc lenne szüksége, a probléma, hogy nincs esélyük rá. Baronna sorra semmi beleszólásuk nem volt, hiszen ha bárki megpróbálna bármit, akkor letörlik őket, és amúgy is fixen megvan egy torony, innentek ez az RNG-nek mindenképp pozitív volt ott a mérleg, és most is nézd meg, ott van az a pusztító Uzi a szélen. Nagyon jól tudnak zónázni ketten. Igazából valahogy nagyon el kéne találni egy ilyen hű, bemegyünk srácokat, de ha mondjuk bemennek Tamkencsel, akkor nincs aki megvédje a lövészt. Ha valahogy mondjuk berohan Trendül, akkor már azért lesz egyik, hogy odaérne bárkihez. És érkezik megint a fal, érkezik az a böszmen a sebzés. Át kell menni azon a falon, hát mindenki villanást áldozó, és megérkezik lényegében a törlő zóna teljes mértékben. Swordert megvan, Maple egy pillanat, még túl tudta érni, viszont a háttérben le lehet törölni, amennyire csak lehetséges a Flash Wolves csapatát. Már csak egy ember, és megvan! Le tudta törölni a föld felszínéről egy négyszeres gyilkosság keretein belül. Lényegében ez az Uzi. Itt még a végén a Flash Wolves csapatát, és igen, egy olyan mérkőzésről beszélünk, ahol az RNG megszerezte az előnyt, megtartotta az előnyt, majd a végén beváltotta magabiztos győzelemre, két majdnem pentával. Hát ez az. Azért, hogy egy meccsen kétszer legyen majdnem pentád, én ebből így egy pentát meg is adnék Uzinak, de mindegy, nem rajtam múlik. Vészesen megközelítette a Flash Wolves statisztikáját az RNG, már csak egy győzelemre vannak tőlük. Azért az a nem semmi. És sokkal jobban is játszottak most. Megint egy csapatharcon múlott a mérkőzés a játék korai szakaszában, az az 5-2-es csere, amit az RNG el tudott hozni, az alsó ösvényt ellehetetlenítette, onnantól kezdve Kog'Maw-nak nem nagyon volt beleszólása, Uzi pedig azt csinált, amit akart. A felső ösvénycsöget így is úgy is elvárt esent, középső ösvényen szintén így is úgy is győzelem volt.
Amit Carson viszont leművelt. Igen, egyébként Carson nagyon szépen tudta megjátani a játék korai szakaszát, majd utána középsőm és ugyanúgy uralta az ellenfél dzsungelét, és közben Mugen egyébként tényleg csak így kapkodott a levegőért, hogy pontosan hol is lehetne, nem tudom, egy kis leesőd, egy kis aranyad, egy kis bármit találni, mert még a vételen sutyerákat is mindig elvittek. Azt egyszer tudta csak megszerezni a sutyerákat is Mugen, és azok kezdve, hogy nincs dzsungeleset, vagy hát van, de szegénynek kettő, néha három szintes lemaradása van, úgyhogy semmilyen beleszólása nincs, mert ha egyszer rossz helyen találkozik Carsonval, akkor letörli a föld felszínéről, mert az ő csapattársára tudnak odaérni ennek köszönhetően, hogy be vannak tolva az ösvények. Itt tényleg majdnem, hogy mondhatjuk azt, hogy Fresh Wolfsnek hát 4,5 emberrel kellett megküzdenie 5 ember ellen, úgy, hogy Uzi már a játék elején tényleg megszerezhette azt az előnyt az ösvény ellenfelével szemben, meg úgy nagyjából mindenkivel szemben, aminek közvetlenül a játékban tényleg ez volt, hogy így ment előre torony alatt is akár, ami oké, hogy utána rögtön összedőlt, mert akkora sebzés volt rá, de így megtehette, hogy bemegy végső képessége, és elkezd darálni, amennyire csak lehetséges, amiben hát a majdnem második mentája meg is történt lényegében. Nem is nagyon lehet mit hozzátenni, visszatérési lehetőség nem volt a Flash Wolvesnak. Egy elrontott csapatharccal átdobták a labdát az RNG-nek, azt nem eresztették el. És így a második helyet, hát most már nem megosztott második helyé, hanem saját te varázsolják.